A Végjáték alcímet kapott negyedik bosszúállók filmmel idén áprilisban lezárul a Marvel moziverzum úgynevezett harmadik fázisa, de mi jön ezután? Videónkban ezeket a már bejelentett és előkészületi stádiumban lévő Marvel filmeket gyűjtöttük össze. Sokat kellett rá várni, de december közepén befutott végre a bosszúállók negyedik részének első előzetese, így már azt is tudjuk, hogy a film az Endgame, azaz Végjáték alcímet kapta. A jövő tavasszal érkező gigantikus mozival nem csak a Thanosszal vívott végtelen háború fog végessé válni, hanem a Marvel moziverzum úgynevezett harmadik fázisa is lezárul. Az MCU első fázisa a 2008-as Vasemberrel kezdődött, és a 2012-es bosszúállókkal fejeződött be. Majd jött a második fázis, ami a hangyával zárult 2015-ben, az Amerika kapitány polgárháborúval pedig elstartolt a harmadik fázis, és két 2019-es film, a Marvel kapitány és a már említett Végjáték után kezdetét veszi a negyedik, már ha egyáltalán lesz negyedik. A Kevin Feige által irányított Marvel moziverzum jövőjéről kevés információt tudunk, hiszen a karakterek sorsának titokban tartása miatt nem lehet 10 évre előre bejelenteni a készülő filmeket, de már vannak olyan alkotások, melyeket hivatalosan vagy félhivatalosan, de már megerősített a stúdió, illetve az azokban közreműködő alkotók. A már előkészületek alatt álló projektek nagy része valószínűleg a Marvel moziverzum negyedik fázisában fog debütálni, ha egyáltalán lesz negyedik fázis, hisz már arról is szól a fáma, hogy a Marvel befejezi a fázisokban való gondolkodást, mi több, külön utakon indul el az univerzum más részein és a Földön tevékenykedő hősök követésében, hogy aztán persze itt-ott találkoztassa őket. Minden esetre nézzük végig, hogy milyen Marvel filmek követik a bosszúállók négyet. Többek között onnan tudjuk, hogy a végtelen háború halálai nem véglegesek, hogy a Thanos csettintésének áldozatául eső Peter Parker jövő júliusban vissza fog térni. Ráadásul Amy Pascal, a filmproducere már elhintette, hogy a film eseményei percekkel a negyedik bosszúállók film vége után kezdődnek. Az idegenben lesz a Végjátékot követő első Marvel alkotás, így ezt tekinthetjük a negyedik fázis alapkövének. A lista többi filmjével ellentétben a Pókember idegenben hivatalos bemutató dátummal rendelkezik, és már le is forgatták. Tom Holland Pókembere mellett visszatér a Zendaya által alakított MJ, illetve Peter legjobb barátja Ned Leeds is. Az osztálytársak várhatóan még a hazatérésnél is fontosabb szerepet kapnak a folytatásban, ugyanis az idegenben alcím Peter európai osztálykirándulására is utal. A hírek szerint a Michael Keaton féle keselyű is visszatér, és a főgonosz mégsem a Jake Gyllenhaal által megformált Mysterio lesz, hanem az Elementals négyese. Az idegenben július 4-én debütál a mozikban, a rendezője pedig a hazatérést is jegyző John Watts lesz. Sokat kellett rá várnunk, de végre tényleg megkapjuk a Fekete Özvegy eredet történetét elmesélő filmet. Scarlett Johansson először a 2010-es Vasember 2-ben bújt Natasha Romanoff bőrébe, és azóta állandó tagja a bosszúállóknak. Mivel a frizura változtatáson és egy kétségkívül hatásos flashback jeleneten kívül nem sok újdonsággal szolgált a karakter az elmúlt évek során, ezért reméljük, hogy az önálló filmében végre ki tud majd bontakozni. A Marvel kapitány egyik forgatókönyvírója, Jack Schaefer kapta a lehetőséget, hogy papírra vesse az orosz kémnő kalandjait, a rendezői székbe pedig a Lore című sorozaton edződött Kate Shortland ül. Bár a Marvel kapitány lesz az első olyan Marvel film, aminek női szuperhős a főszereplője, a Fekete Özvegy lesz a moziverzum első olyan alkotása, amit egyedül egy nő rendez. A Marvel kapitányt ugyanis Anna Boden Ryan Fleckkel közösen dirigálta. A film forgatása várhatóan 2019-ben kezdődik, és a pletykák szerint 2020-ban mutatják be. A The Eternals a másik Marvel film, ami idén kezd forogni, és várhatóan 2020-ban debütál majd a mozikban. Ez a film két szempontból is érdekes lesz. Egyrészt egy rakat új karaktert fog behozni a Marvel moziverzumba, másrészt a földet elhagyva még inkább kozmikus szintre emeli a történet folyamot, ugyanis Jack Kirby Eternals nevű teremtményei, vagyis az örökkévalók egy ősi földön kívüli faj szuperképességekkel rendelkező tagjai. Pár hete szivárgott ki egy casting felhívás, amiből kiderült, hogy milyen képregény karakterekkel találkozhatunk majd a filmben. Cersei, Ikaris, Gilgamesh, Makari, Elysius, Téna, Zurász és Erosz lesznek a hősök, a főgonosz szerepét pedig az energia átalakításra képes druid kapja. A Marvel stúdió előszeretettel alkalmaz a korábban független filmes alkotásaikkal sikereket elérő rendezőket, ilyen volt a Thor Ragnarököt készítő Taika Waititi is, és a The Eternals is indie direktort kap a rodeós kapcsán körbe ünnepelt Chloe Zhao személyében. A filmforgatókönyvét pedig a szintén független filmes háttérrel rendelkező testvérpár Matthew és Ryan Firpo írja. A Galaxis őrzői harmadik része valaha még nagyon is sínen volt, csak aztán robbant a bomba. James Gunn-t kirúgták a rendezői székből évekkel korábban posztolt sértő tweetjei miatt.
pedig ekkor már kész volt az általa írt forgatókönyv, és mivel egy összeszokott csapat harmadik közös filmjéről volt szó, senki nem gondolta volna, hogy pont ennek az alkotásnak fog megkérdőjeleződni a sorsa. Gunn kirúgása nem csak hatalmas rajongói ellenállásba ütközött, a színészek tiltakozásáról nem is beszélve, még az egész jó előre megtervezett történet folyamat is megrengette. A film idénre tervezett forgatását határozatlan időre eltolták, rendező továbbra sincs, és bár a tervek szerint a Marvel Studio Gunn forgatókönyvét fogja használni, így is előre borítékolható, hogy a rajongók hiányolni fogják a franchise alapító atyát a harmadik részből. Bár valaha a Galaxis őrzői 3 tűnt a legbiztosabb pontnak a moziverzum készülő alkotásai közül, jelenleg elképzelhető, hogy még 2021-ben sem jut el a mozikba. Borítékolható volt, hogy folytatás készül a fiktív afrikai országban játszódó Fekete Párduchoz, hiszen az Egyesült Államokban nézettségi rekordot döntött film még Golden Globe jelölést is bezsebelt, ráadásul ez lehet az első szuperhős film, amit Oscar díjra jelölnek a legjobb film kategóriájában. Az első rész sikere nagyban köszönhető a film író rendezőjének, Ryan Cooglernek, aki korábban a Creed-del szerzett magának ismertséget. Bár Coogler a Creed 2-höz nem tért vissza, szerencsére a Fekete Párduc folytatásáról ismét ő fog kezeskedni, rendezőként és forgatókönyvíróként is. A tervek szerint a jövő év végén vagy a rákövetkező év elején fog megkezdődni a forgatás, és bár a történetről még semmit sem tudunk, az biztos, hogy Chadwick Boseman visszatér a címszerepben. Várhatóan csatlakozik majd hozzá a végjáték első előzetes alapján elporlott Shuri, azaz Leticia Wright, továbbá Okoye szerepében Danai Gurira, Nakia szerepében Lupita Nyong'o és M'Baku szerepében Winston Duke is. Hivatalos premier dátum még nincs, de a Disney már előre lefoglalt 2021-es februári bemutatója valószínűleg a Fekete Párduc 2 lesz. A Fekete Párduc volt a Marvel Studio első nagy lépése a progresszív reprezentáció felé, és a Shang-Chi film lehet a következő, ugyanis ez lesz az első Marvel film, amiben ázsiai képregény hős a főszereplő. Már 2005 óta tervben volt a Kung Fu harcos történetének megfilmesítése, és úgy tűnik, hogy most végre révbe érhet a dolog. A DC moziverzum háza tájékáról érkező, a Wonder Woman 1984-et szövegező David Callahan írja a forgatókönyvet, aki többek között a Pókember irány a Pókverzum folytatásán is dolgozik, így elég meghatározó alakja lett a képregényfilmes szcénának. Egyelőre még se rendezője, se főszereplője nincs a filmnek, csak annyi biztos, hogy a Marvel Studio mindkét feladatra ázsiai alkotót keres. A fentiekhez képest a Doctor Strange folytatásáról érkezett eddig a legkevesebb hivatalos adat. Készülni viszont biztosan készül, Kevin Feige korábban már megerősítette, hogy előkészületi stádiumban van a Benedict Cumberbatch címszereplésével készülő folytatás. Bár csak félhivatalosan lett megerősítve, de úgy néz ki, hogy az első részt is jegyző Scott Derrickson kapja a rendezés feladatát, amit az alkotó már Twitteren is megerősített. A Marvel Studio jellemzően két folytatást és egy franchise indító alkotást mutat be évente, így könnyen lehet, hogy a Doctor Strange 2 debütálására 2-3 évnél többet nem kell várnunk. Ezek lennének hát a már hivatalosan bejelentett, illetve megpedzegetett Marvel filmek, melyek tényleges sorsáról majd az áprilisban érkező végjáték után tudunk meg többet. Ti melyiket várjátok a legjobban? Írjátok meg komment formájában, és ha tetszett a videó, akkor dobjatok rá egy lájkot és iratkozzatok fel ránk. Köszönjük a figyelmet, nem sokára újra találkozunk. Sziasztok! The revolution will not be televised. Show me my respect and bow down. We own ya. We own ya. We only getting started now, 'cause we own ya. Everybody think they know me now, 'cause we own ya. You and I, my homie, 'cause we own ya.